Szép estét kívánok mindenkinek, el nem múló szeretettel köszöntöm Önöket ma is a Kultúrcsebben. Hölgyeim és Uraim, ez alkalommal Sepsiszentgyörgyről jelentkezünk, mert hogy a mai műsorban tulajdonképpen folytatni fogjuk az erdélyi kulturális intézményeket bemutató sorozatunkat, egész pontosan a Sepsiszentgyörgyi Bot Péter megyei könyvtár álma a középpontban. A következő közel fél órában tehát ezt az intézményt ismerhetik meg közelebbről, többek közt Szonda Szabolcs igazgató úrnak, illetve kollégáinak köszönhetően, és mivel nagyon-nagyon sok érdekességet tudunk elmesélni, illetve megmutatni ezen intézmény kapcsán, ezért nem is szaporítom tovább a szót, már is mutatom a részleteket a következő összefoglalóban. Sepsiszentgyörgyi könyvtárak története a kaszinóval kezdődik, amely az 1830-as években alakult. Na de azt nem kell úgy elképzelni, hogy az egy olyan közkönyvtár volt, mint a mai értelemben, hanem a kaszinó játékok mellett állítólag létezett egy könyvtárterem is, amelyben újságokat lehetett olvasni, könyvek is voltak. Na de a könyvtár, vagy kaszinó könyvtár, hogy nevezzük, kevés ideig működhetett, a feltételezések szerint megszűnt, aztán mi kocsma működött maga a kaszinó épület, az már elköltözött. Egy következő mozzanat az már az 1850-es évek elején van. Ami érdekes, ezt mondják a sötét elnyomás korszakának, de éppen ebben az időben épül Sepsiszentgyörgyön a közkórház. Ekkor létesül a lelkészek kezdeményezésére, református lelkészek kezdeményezésére a Székely Mikó Kollégium. Középületek épülnek, és így kialakul itt ez a park rész, ahol igen a kereskedőknek a piacszere volt. A könyvtár pedig abban az időben, ahogy mondták, Schwarzgelb alapon működött, német alapító levéllel, de nagyon látogatott volt. Ez köszönhető annak is, hogy itt állomásoztak katonák, azoknak a tisztjei, jártak a kaszinóban, kialakult a piactér, már volt egy módosabb polgári réteg, tehát azok is látogatták. De aztán később, a későbbi időkben már könyvtárra rendelkező kaszinó van, külön könyvtárost alkalmaznak, mert ne beszéljünk arról a későbbi időről, ami még a kaszinóval kapcsolatos, hogy 16-ban a román betöréskor bizony megtizedelődött, elvitték egy fészerbe, ott tárolták, onnan pedig sokan ellopkodtak, amit tudtak. Voltak, akik mentették a könyveket, akik úgy érezték, hogy más mód nincs. Tehát így kell megmenteni. A többi pedig egy listával bekerült a Székely Nemzeti Múzeumban, onnan pedig Brassóba, ahonnan aztán ki se lejtezték, és nagyon kevés példány van meg. Mi is antikvárgi úton vásároltunk néhányat, már csak azért is, hogy emlékül megmaradjon. Na, ez az egyik oldala a kaszinó előzményének. Emellett nagyon két értékes könyvtár jött létre. Az egyik a Székely Nemzeti Múzeumé, amelyet Csereinél hozott létre. Ugyanakkor a Székely Mikó Kollégiumnak a nagy könyvtára, amely most felvette Teleki Domokos a nevét, és azért vette fel, mert nagyon szép könyvadományt adományozott, de még ezeket sem lehet közkönyvtáraknak nevezni. Ezek tudományos könyvtárak. Az említett két jelentős könyvtár mellett ebben az időben Sepsiszentgyörgyön további könyvgyűjtemények is jelen voltak, ezek viszont javarészt különböző egyesületek vagy intézmények keretében működtek, használatuk kizárólag az adott társaságra korlátozódott. A modern közkönyvtár igénye a 20. század első évtizedében fogalmazódott meg Háromszéken, majd az 1950-es év vége felé működésbe lépett a központi rajoni könyvtár, a mai Bot Péter megyei könyvtár tulajdonképpeni elődje. Többszöri költözés, illetve névváltoztatás után végül 1974-ben megyei könyvtár rangjára emelték az intézményt, ezzel egy időben pedig átköltözött a ma is otthonául szolgáló épületbe, az egykori vármegye házába. Ez az épület tehát székháznak épült, és három szék, és a vele egyesült Miklósvár szék építette ezt az épületet a saját költségén.
32-re lett kész, a levéltárban abból van az inventárium, mikor átveszik az épületet. Elfelejtettem mondani, a balszárnak az 1905-ben épült hozzá, és ez a boltozatos teremrész is. Na most, ami érdekesség ennek a teremnek, az egyszer történelmének, hogy itt ebben a teremben jelentettek Gámbor Áron az, hogy lesz ágyunk. De ami még érdekes, hogy itt ebben a teremben, mivel klasszicista stílusban épült, a belső részét egyfajta egyiptomi, perzsa és ázsiai mintásra tervezték. Tehát ez nem az eredeti. Ezek az oszlopok, ha ránézünk, nem ilyen színek voltak, de teljesen hajadzanak az egyiptomi oszlopokra, tehát azoknak az utánzata. Belül pedig, ahol itt látszanak ezek a kazetták, azok úgynevezett királykék alapon aranyozott perzsa minta volt. Ez, amelyik most itt látható, ez 1942-ben festődött ilyenre, és a kék színt is akkor kapta, és a kék terem nevet aztán azért kapta, ma addig csak gyűlésterem volt a neve, hogy a 70-es években a butorzatot, mivel az alapszint kékre festették a falakat itt, akkor kék borítású székek, asztal és sötétítők kerültek, és mivel így minden kék volt, így lett kék terem a neve. A Bot Péter megyei könyvtár székhelye az impozáns kék teremmel együtt ma már műemléképületnek számít, összesen 32 termével teljes egészében az intézményhez tartozik. Lévén, hogy támogatást kaptak rá, néhány évvel ezelőtt megkezdődtek az épület felújítási munkálatai, s bár jelenleg épp stagnál a folyamat, már most jelentős korszerűsítésekről beszélhetünk. Amit mi el tudtunk érni, az egy épület szárnynak a teljes felújítása, ami azt jelenti, hogy nem csak a létező épület szárnyal foglalkozhattunk, hanem azt bővíthettük is, mégpedig lefelé, tehát egy mély raktárnak, egy tömör raktárnak az elkészítésével, és a tetőtér bizonyos fokú beépítésével. És elindult a munka az épület más részeiben is, de az van most egyelőre megállva. Úgyhogy mi csak reménykedünk, hogy azok a tényezők, akik ebben szerepet vállalhatnak, azok összefognak, és valamilyen módon ki lehet ezt mozdítani. Ez egy nagyon ambiciózus terv. Tulajdonképpen egy műemléképületben, aminek megvan a patinája, és ami viszont soha nem volt alapvetően könyvtári tevékenységre kitalálva, úgy megvalósítani egy zökkenőmentesebb, gördülékenyebb belső működést, könyvtárszerű, mai feltételekkel zajló könyvtárszerű működés, hogy közben megmaradjon az épületnek a patinája, sőt vissza lehessen állítani bizonyos régi közlekedési irányokat, vagy ilyen jellegű dolgokat. Az említett mély raktárra egyébként igazán szüksége volt már az intézménynek, hiszen a hatalmas könyvkínálat miatt igencsak helyszűkében vannak. A több mint 200 ezer példányt számláló kötetkínálatban pedig nem csak műfaji sokszínűség, hanem nyelvi megoszlás szempontjából is gazdag felhozatalról beszélhetünk. És mint kiderült, mindenre igényt is tartanak a háromszék. A Bot Péter megyei könyvtár olvasószolgálata olvasóteremből, a felnőtt kölcsönző részlegből, a gyerek részlegről, illetve a fiókönyvtárból áll. Most jelenleg a felnőtt kölcsönző részlegen vagyunk, ahol a beiratkozás zajlik, nincsen külön beiratkozási pontunk, hanem itt iratkoznak be az olvasók. Azt tudom elmondani, hogy kiemelt figyelmet kap a szakok közül, a társadalomtudományi részben, a pedagógiai részben. Nagyon sokan járnak, nagyon sokan keresnek ilyen tartalmakat. A városon működő felsőoktatási intézmények miatt a gazdasági és mindenféle társadalomtudomány tulajdonképpen a pszichológia, meg ezek az életvezetési könyvek is nagy népszerűségnek örvendenek, és ezt mind a leghátsó teremben található, amiben most is vagyunk. A szépirodalmi rész az két teremben található, külön van a magyar irodalom, az angol-amerikai és a skandinávi, német és skandinávi irodalmak, illetve egy másik teremben a román
irodalom és a franciaul, a spanyol és a kelet-európai irodalmak. A középső teremben található a szakirodalom, és hát a művészeti rész is ott található. Most nyáron megnő a kereslet az úti könyvek és a különböző földrajzi témájú könyvek iránt is. Hál' Istennek egyre szélesedő olvasótábora van a kortárs szépirodalomnak, ennek nagyon örülünk, egyre többen keresik, és aminek még szintén örülünk, hogy talán egy picit nő a 30-50 közötti felnőtt lakosságból kikerülő olvasók száma, és hát igyekszünk olyan állományt biztosítani, hogy többször visszajöjjenek. Közkönyvtárként vagyunk egyszer a város és a megye közkönyvtára, és persze a körülmények folytán a közönségünk nagy része az a városból származik, de mint megyei könyvtár a megyében lévő 38 közkönyvtárnak is módszertani felügyeletet biztosítunk. Hát ez egy 230 ezer dokumentumos állomány, aminek a nagy része itt van a főszékhelyen, és van még egy fiókönyvtárunk a városban, egy másik negyedben, a Sport utcában, ott van egy olyan 16 ezer körüli állomány, hát ezt úgy kell elképzelni akkora, mint egy négy szobás, illetve konkrétan egy négy szobás tömbházlakás egy tömbháznak a földszintjén, de már 89 előttről létezik. Van a közelében iskola is, tehát onnan is látogatják meg a negyedből, akik odafordulnak hozzánk. Az állományban hát megpróbálunk majdnem minden területet, amire érdeklődés lehet. Vannak ebben kézikönyvek is, vannak tudományos könyvek is, van szépirodalom, van lektűr, illetve az elektronikus dokumentumokat említettem, hát az elmúlt években azért próbáltunk még inkább figyelni erre, mert nagyon nagy az érdeklődés irántuk. Persze másképp kell velük foglalkozni, másképp szerzünk be, mert hogy sérülékenyebbek, hamarabb elhasználódnak, mint a papíralapú könyv, és legtöbbször pótolni kell. Na most ezt az állományt próbáljuk minél jobban mozgatni, dinamikusan tartani, és tulajdonképpen az a célja a rendezvényeknek is, a legtöbbnek, ami történik, hogy valamilyen módon a könyvállomány egy bizonyos részére felhívja a figyelmet. Persze a nagy rész, hát ez egy évi, minden együtt egy évi 40-50 rendezvény. Ebben van olyan is, amelyik önálló, van amelyik partnerségben, van befogadott is. De amit mi csinálunk, annak mindig az a célja, hogy valamilyen módon egy bizonyos állomány vonulatra felhívja a figyelmet. Nagy része nyilván szépirodalmi vonatkozású vagy kapcsolódású vonzatú rendezvény. De hát az utóbbi években azt vettük észre, hogy a közönség nagyon szereti azt is, amikor kapcsolódnak bizonyos területek, irodalom és zene, bármi, ami ilyen jellegű kapcsolódás, ami ugye több közönség réteget tud egyszerre megszólítani. A rendezvényekkel, illetve a könyvtár által szervezett programokkal kapcsolatosan fontos megemlíteni azt is, hogy ezek által már egészen pici kortól kezdve lehetőség adatik az olvasóvá nevelésre, illetve a könyv és irodalom iránti szeretet kialakítására is. Jó példa erre az intézmény által 2010 óta működtetett könyvkelendje program, amely elsősorban az újszülötteket, illetve azok családjait célozza meg. Minden sepsiszentgyörgyi kisbaba egy könyvcsomagot kap a város és a könyvtár ajándékaként, amiben a korosztályának megfelelő könyvek vannak, illetve egy kis kalauz, hogy mikor mit érdemes játszani, énekelni, játszani, mondókázni az elején, majd aztán olvasni a kisbabának, illetve kisgyereknek. Ez a programunk most már 5. éve zajlik, és nagy népszerűségnek örvend. Most már kis testvérek is megjelentek, tehát több vannak olyan családok, hogy már harmadszor veszik át, hál' Istennek, a könyvkelendje csomagot. Az óvodás korosztálynak, illetve a kisiskolásoknak szervezünk mozgókönyvtári szolgáltatást. Ez nem annyira program, mint ez szolgáltatása a könyvtárnak. Azt jelenti, hogy a központtól távolabbra eső iskolákba, óvodákba két hetente kiszáll egy csoport, vissza egy doboznyi könyvet, ahol a gyerekek válogatnak, mesét olvasnak nekik, és azok a könyvek ott maradnak a csoportban, illetve az osztályban, és azt két hétig olvassák a gyerekek, két hét után váltanak, másikat választanak. Ez is egy nagyon hasznos szolgáltatás, mert hétköznapokon nehezen jutnak el a családok a könyvtárba, és a mozgókönyvtáron keresztül a gyerekek pedig nagyon sok olyan könyvvel találkoznak, amivel különben nem találkoznának. Igyekszünk a sokszínűségre törekedni, mindenféle típusú könyvet viszünk,
és elsősorban az élményszerű olvasást tartjuk szem előtt, tehát nem házi olvasmányokat viszünk, nem munkafüzeteket vagy ismeretterjesztő könyveket, hanem meséket, verseket, kisregényeket a nagyobbaknak. A könyvkelendje program folytatásaként egyébként hasonló könyvcsomagot kapnak az intézménytől az első osztályt végző kisiskolások is. Nem szabad ugyanakkor elfeledkezni a Varázskuckó című foglalkozásról sem, amelyet rendszerint a gyerek részlegen ugyancsak a kisebbek számára szerveznek meg az intézmény munkatársai. Ez egyébként a könyvtár legrégebbi foglalkozása, 12 éve folyamatosan működik. Pontosan az volt az elképzelés, hogy behozzuk a gyerekeket könyvek közé. Már akkor teljesen mindegy, mit csinálunk, előbb-utóbb megfognak egy könyvet. És heti rendszerességgel csináltuk ezt egy olyan 7 éven keresztül, azután ritkítottunk, most már egy hónapban kétszer van. Viszont egyre kisebb gyerekek jönnek, 2-3 éves gyerekek, elég nehéz velük dolgozni, de megszeretik a könyveket. Tehát a Varázskuckó egy mesével kezdődik, egy pici játék is, a mesével kapcsolatos játék, és utána valami kézműves tevékenység. Ezt úgy kell érteni, hogy nagyon egyszerű dolgokkal, tehát amit otthon meg lehet csinálni a gyerekkel, és amiből tanul ő így valamit. És hogy könnyebben tudjunk a gyerekekkel dolgozni, egy 2 éve folyik ez, hogy az anyukáknak külön van, tehát az anyukák ide le vannak ültetve, gyöngyöt fűznek, és békén hagyják a gyereket. Hasonlóan interaktívnak, illetve sikeresnek bizonyul a 4 évvel ezelőtt útjára indított Csodalámpa című olvasóklub is. Ezt rendszerint a vakációs időszakban szervezik meg, kifejezetten a kisiskolások számára. Ennek keretén belül olvasunk elsősorban, játszunk, és tulajdonképpen mindig az lebeg előttünk, hogy a gyerekekhez közel vigyük, tehát hogy bevigyük a mindennapjaikba a mesét, a verseket, a zenét, az éneket, a játékot nyilván nem kell bevinni, de ezt a fajta irányított játékot, tehát hogy ne azt érezzék, ami már harmadik, negyedikben jelentkezni szokott, hogy az olvasás az valami iskolához kötődő, nem igazán szórakoztató tevékenység, hanem pontosan azt érezzék meg, hogy az jó buli is lehet, vagy ha nem jó buli, akkor éppenséggel valami különlegeset árul el a világról, vagy saját magáról. Éppen ezért általában nagy-nagy gondossága választjuk ki, hogy mit olvasunk. Legtöbbször kortárs műveknél kötünk ki, és egy olyan foglalkozást szeretnénk ezzel a csodalámpával adni a gyerekeknek, vagy egy olyan időtöltést, ahol tényleg van idő rájuk. Tehát ez nem iskola, itt mindenki tiszta lappal indul, tiszta lappal távozik, és hogy bármit el lehet mondani, bármit, bárhogyan lehet viselkedni, mert hogy ennek nincsen következménye, és hogy végül is a könyvtárnak ez is a küldetése, hogy itt jól érezzék a gyerekek magukat. De persze nem csak a legkisebbeknek tartanak különböző programokat és eseményeket a Bot Péter megyei könyvtárban. Rendszeres író-olvasó találkozókat, kötetbemutatókat és hasonló irodalmi ingyenségeket szerveznek az idősebb korosztály számára is, s mint kiderült, ezeknek általában meg is van a maguk hozadéka. A rendezvényeknek a zöme az az írott kultúrával, tehát a könyvkiadással kapcsolatos, ez azt jelenti, hogy a szerzői estektől a kiadói estekig, a könyvbemutatóktól a tudom is én, ilyen portrébeszélgetésekig. Ez a zöme a rendezvényeknek, és igyekszünk, amit szerintem mi is megtehetünk, és nekünk meg kell tennünk, az, hogy főleg a kortárs irodalomnak az alkotóit hozzuk közönség közelbe. Ez azért nagyon szépen látszik, hogy mit jelent az, amikor az ember egymagában van egy könyvvel, tehát megismerkedik a szerzővel, annak a világával, és milyen az, amikor ezt az ismerkedést, ezt a tapasztalatot szembe be tudja hozni a terembe, és ott ül a szerző. És általában azt figyeltük meg, hogyha jól sikerül egy ilyen találkozó, akkor utána van némi ugrás az illető könyv iránti érdeklődésben, tehát hogy mi próbáljuk ezeket kapcsolni a zöme rendezvényeknek, azért jön létre, hogy valamilyen módon visszahasson a könyvtár látogatottságra. Hát ezt mérni nagyon nehéz, de az utóbbi 3 évben, minthogyha lenne egy kis érzékelhető hozadék ennek, tehát hogy főleg annak a közönségrétegnek a bekapcsolásában, aki rendezvényekre még eljut esetleg, de valamiért nem látogatja a könyvtárat, és akkor ez a nagy kihívás, hogy őket hogy lehet érdekelté tenni a könyvtári szolgáltatások iránt.
Hát ezek az állandó programjaink, illetve azt elfelejtettem mondani nyilván, hogy a könyvtár, mint kulturális szereplő vagy szervező intézmény, hát részt vesz a nagyobb városi programokban is, amilyen a Szent György napoknak a kulturális része, vagy a Pulzart Fesztivál. Tehát mi az irodalmi részen elég sokat dolgozunk ezekben, nyilván azért is, mert találkozik az intézményi célkitűzéssel. Tehát ezek azok a programok, amik állandó programok, és amiknek tulajdonképpen egyfajta kíváncsiságnak a fenntartása a céljuk, mert én mindig azt mondom, hogy nekünk tulajdonképpen a saját megmaradásunk, intézményi megmaradásunk érdekében is ez lehet a feladatunk, hogy egyrészt egy rugalmas, érdekes állomány, és másrészt ennek az állománynak a hasznosítása a közönség felé. A közönség pedig érdekelt és kíváncsi kell legyen a folytatásra. A Sepsiszentgyörgyi Könyvtár olvasótáborával kapcsolatban egyébként egyértelműen fellelhető ez a fajta kíváncsiság, hiszen a jelenlegi regisztrált látogatók száma meghaladja a 8,5 ezres mércét, közülük pedig átlagosan 6500 személy aktív olvasónak számít. A könyvkelendje programnak, illetve a csodalámpához hasonló foglalkozásoknak köszönhetően pedig a legkisebbek közt is igencsak sok a visszatérő vendég. Innen könyveket kivenni nagyon szeretek, el is szoktam olvasni. Most is épp olvasok egy könyvet, a 4 mesét elolvastam belőle, de nagyon jó, izgalmas. Egyébként máskor is voltam a könyvtárban, mert kicsi korom óta. Jó könyvek vannak itt, és meg lehet találni azokat a könyveket, amiket máshol nem lehet megtalálni. A gyerekeknek a szellemi és érzelmi gyarapítása nem csak a tanítók és a tanárok, hanem a könyvtárpedagógusok feladata is, hiszen azok a gyerekek, akik könyvet olvasnak, akik szeretik a szép irodalmat, azok szeretik azt a környezetet, azt a világot, amelyben élnek. Az a gyerek, aki szereti a környezetét, az nyilván tenni akar érte. És úgy gondolom, hogy felnőttként a társadalom problémáira érzékeny, és ezekre a problémákra megoldást találó felnőttek úgy válnak ezekből a gyerekekből, ha valóban könyvközeli gyerekkoruk van. Galaci Olga tanítónő egyébként nem csak látogatóként vállal aktív szerepet a könyvtár életében, hiszen az intézmény munkatársaival közösen nemrég egy 6 hónapon átívelő, olvasásra nevelő foglalkozássorozatot is szervezett a diákjai számára. Nagyon-nagyon fontos, hogy az iskola, mint intézmény, és a könyvtár, mint intézmény ne egymás mellett működjön, hanem egymással karöltve, együttműködve. Ez a program ennek volt egyik szép bizonyítéka, hogy erre van lehetőség és megoldás. Együttműködő kollégákkal, nyitott kollégákkal, partnerekkel hadd tegyem hozzá, hogy a program végét egy 3 napos olvasótáborral zártam, és nagyon nagy élmény volt a gyerekek számára, hogy a könyvtárpedagógus családjával együtt velünk táborozott, és megtapasztalták a gyerekek, hogy a könyvtárossal nem csak a könyvtárban, hanem akár egy táborban is együtt lehet játszani, gondolkodni, olvasni. Úgy gondolom, hogy ennek a 6 hónapon át tartó programnak a lényege az a fajta együttműködés volt, amellyel könyvközelbe tudtuk hozni a gyerekeket. Óriási hozadéka ennek a programnak, hogy ezek a gyerekek ma már önállóan, tanítói segítség nélkül is bátran átlépik ennek a könyvtárnak a küszöbét, hiszen ismerősek a terek, az arcok, amelyek nagy szeretettel fogadják őket, és óriási hozadéka az, hogy egyénre szabott könyvajánlásokkal tudják őket segíteni a könyvtárpedagógusok. Ahogyan tehát az elhangzottak is igazolják, a Bot Péter megyei könyvtár egyértelműen nyitott a látogatók, illetve a könyvbarátok igényeire. Ráadásul igazán lendületesen tart lépést a 21. század kihívásaival is. Februártól ugyanis modernizált, integrált könyvtári rendszerrel működik, amely nagyon sok új lehetőséget tár fel az olvasókkal való kommunikáció terén. Ugyanakkor jelenleg is zajlik az állomány digitalizációja is. Úgy tűnik tehát, hogy a Sepsiszentgyörgyi intézményt minden szinten a fejlődés, illetve a folyamatos előrelépés jellemzi, és úgy a korszerűsítés, mint a látogatókkal, olvasókkal való kapcsolattartás, illetve az aktív társadalmi szerepvállalás szempontjából is elmondható ugyanez.
Ma este tehát a Sepsi-Szentgyörgyi Bot Péter megyei könyvtár működését ismerhették meg közelebbről itt a Kultúrcsebben. Reméljük, hogy tetszett az összefoglaló, illetve abban is reménykedünk, hogy sikerült egy kis kedvet csinálnunk, például a nyári olvasgatáshoz, aki tehát teheti, jöjjön és válogasson a kiváló olvasmányok közül ebből az intézményből. És akkor lassan a műsoridőnk végéhez érkeztünk, hölgyeim és uraim, köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. Azt még fontosnak tartom elmondani, hogy az erdélyi kulturális intézményeket bemutató sorozatunkat legközelebb csak az őszi szezon kezdéskor fogjuk már folytatni, hiszen lassan mi is ugye a vakációra készülődünk, no de addig még van, úgyhogy jövő héten még számítunk megtisztelő figyelmükre, reméljük, hogy akkor is hűségesek lesznek hozzánk. Találkozunk tehát egy hét múlva, addig is böngészék bátran a Kultúrcsepp Facebook oldalát. A viszontlátásra!